I get it. One, two, three. Emberi tényező. Emberi tényező. Emberi tényező. Hát igen. Indián vonal is bele. Nem szoríthatjuk ki az indiánokat a country világból. Az nem PC. Semmiképp. Én most voltam indián kunyhóban életemben először, és óriási élmény volt. De mindegy. Hát köszöntjük szeretettel a drága jó embereket. Sziasztok! Ez az Emberi Tényező, a Mörk Zenekarnak a podcastje. Én Seyfert Jason Bálint vagyok. Kiváló kollégám, műsorvezető társam pedig Zentai Márk. És ma van kettő csodálatos vendégünk ismét. Boros Levente és Weil András. Sziasztok! A Qualitones zenekar. Hát nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon jó, hogy elfogadtuk. Mi nagyon örülünk neki, az egészen biztos. És közben egyébként még azt hozzáteszem, hogy itt lehetünk az Intermuzika hangszerboltban. Ennek is nagyon örülünk. Nem kellett használhatjuk a cuccaikat, meg ukulelét, meg mindent. Szóval nagyon szuper itt. Tényleg az. Nagyon lesz, sok itt a hangszer. Vasárnap. Meglepő. Ugye? Nyugi. Igen. Meg hogy egy bezárt hangszer volt, ahova mégis bejöhetünk. Exkluzió. Uh-huh. Mint hogyha az iskolába bemehettél volna egy diákként. De oda nem vágytam annyira, mint egy bezárt hangszer volt. Talán. De azért, amikor nem rossz volt ott iskolába senki. Jártam. Én bekezdenék egy első kérdéssel, ha nem bánjátok, bár ez még ilyen lighty, utána viszont nagyon brutális dolgok jönnek. Szóval, hogy megjelent az új lemezetek, Club Echo Vol. 1, majd később visszatérünk rá, hogy akkor az nyilvánvalóan, hogy ilyen lesz a Vol. 2, stb. Volt egy Szenes Iván estetek a Műpában, méghozzá nagy teremben, és hogy az első kérdések annyi lenne, hogy milyen most így a feeling a zenekarban ezek után, ezekkel, mi a vibe? Das feeling is good, yeah. Nagyon. Nice. Igen, ilyen ez a Szenes Iván dolog, ez egy kicsit az alap ilyen bontakozási utunknak egy ilyen párhuzamos ilyen kis hozzáadott valami lett, amiben én speciál ilyen nagyon hálás módon kapcsolódtam be, mert nem is az elejétől voltam ennek a felkészülési folyamatnak a része, hanem csak így az utcsó két hétre csatlakoztam be, mert közben már elkezdtünk dolgozni az új lemezen is, szóval itt most ilyen nagyon sok minden, munkamegosztás, csapatok, minden, de hát ez a Szenes Iván ügy a végére szerintem ilyen szép dolog elkerekedett, és én nagyon szépen összeállt, igen. Kicsit belehűltünk azért, mert sokat próbáltunk, sokat foglalkoztunk vele, heti négy órákat, nem tudom. Erre voltam kíváncsi, hogy mennyire vagytok, vagy részben erre is voltam kíváncsi, hogy mennyire vagytok elfáradva, vagy mennyire töltött vissza. Szerintem eléggé. Tehát, hogy ott rendesen kellett egy hét, amire úgy mindenki, legalábbis én is ilyen poszttraumás életérzéseket fedeztem fel magamon, hogy kell egy kicsit utána, olyan pár nap biztos kellett, hogy visszatérjek, vagy visszatérjünk. A zenélés is olyan volt nekem, a többieknek talán kevésbé, nekem most ez elég ilyen tevőleges volt, hogy úgy mondjam, tehát az egésznapos beállás, meg nem tudom, hétkor jöttünk fárasztó. Le, egyébként minden nagyon szuperül ment, nagyon jó volt a crew, nagyon jó volt a nagy terembe játszani, nagyon jól szólt, nagyon kényelmes volt tényleg. De jó. De az, hogy hétkor jöttünk le ebédszünettel, és nyolckor már kezdtünk, az olyan volt, hogy így, akkor most csináljuk 9-re meg. Érkeztünk, igen. És 9-től 19-ig, 10 órán keresztül gyakorlatilag egy órás ebédszünettel setup beállás, úgyhogy egyébként nem nagyon voltak ilyen holt idők, vagy szóval, meg olyan nagyon sok felesleges kör sem volt. És tényleg nem volt felesleges kör sem. Bocsánat, nem baj, ha belekérdezek ebbe egy kicsit, hogy igazából én csak ilyen rövid promó videókat láttam erről az Instán, Facebookon. A Meringer Marcit láttam, és kik voltak még rajta kívül a vendégek? Az engem tökre érdekel. Cseri Hanna volt. Aha. Soblaher Barbie. Vele ott Api, Áron András. És mi volt még? Iván volt tényleg a harmadik fiú. Tehát három fiú, három lány, jó? És Barkóczi Noémi. Persze, Barkóczi Noémi. Nagyon jó.
Nagyon erős, jók is erős. Voltak. Igen. Mindenki megtalálta a saját kis módját, hozzáállását. És hogy jött a felkérés, hogy ez milyen koncepció volt? Igazából MIPA. Tehát ünnep. MIPA részéről. MIPA. Tök jó. Nyár közepén. Szóval azért is volt ez húzós, mert hogy ez egy ilyet azért általában mondjuk egy évvel előtte kitalálnak. Ez egy elég sok embert igénybe vevő, ilyen nagyobb, grandiózusabb produkció. És akkor ez a szezon közepén, júliusban? Június végén? Valahogy úgy. Július, betaláltak bennünket, és úgy, hogy mi akkor már egy következő lemeznek az írásában voltunk, amit ráadásul akkor már tudtuk, hogy határidőre össze kell rakni? Azt hiszem, hogy képbe szerintem volt igen. A szerződés miatt. Állj. Ez nem a Vol 2? De ez a Vol 2. Ez a Vol 2. A Vol 2. És milyen szerződés? Még akkor csak egy formálódó lemezszerződésünk volt, végülis most is tulajdonképpen itt tartunk egy német kiadóval, akik a Vol 1-et belementek volna, hogy kiadják, de ők jövőre időzítették volna, mi pedig, mivel tavaly készítettük, ezt már túl későnek gondoltuk, viszont bedobtuk, hogy van még egy másik adag ötlet, és hogy esetleg van neked kiadni a következőt így látatlanba. És mondták, hogy igen, csak akkor, és akkor voltunk júliusban, szerintem ezzel is, és mondták, hogy oké, csak akkor szeptemberre mutassunk ebből demókat, és decemberre készítsük el. És akkor készítettünk. És mindeközben megérkezett ez a felkérés. Mindeközben beszélésivánosodtunk. Értem. Igen. Ti szeretitek kemény amúgy volt. Az ilyen side dolgokat? Én nagyon imádom, amikor érkezik egy ilyen kicsit külsős felkérés. Igen, amúgy nagyon-nagyon jó munka volt. De Qualitonsra minimálisan jellemző, nem tudom, volt dalfutár, az igazából elég necces időszakban talált meg minket ott billegtünk, hogy elfogadjuk-e, mert akkor készültünk, nem tudom már melyik amerikai útunkra, nem, mint olyan bődület sok lett volna, de azt hiszem, hogy a KEXP-re, nem tudom, talán. A legendás. És ezen kívül... Volt még a Noammal, ez az izraeli producer sráccal, abban voltam én benne, ahogy ott kimentünk Török Bálintra. Igen, volt egy ki... Meg hát végül is vagy arra Kovács Kati sztorira, én amúgy azt nem is tudom, hogy az mi volt, te akkor benne voltál nem, már? Nem. De az mi hát volt? Hát szerintem azt én úgy tudom, hogy Káosz találta ki, hogy alapból így a zenekari koncepció mentén, hogy beat zenekart így összerakott ő, és akkor adta magát a Kovács Kati. Magának a Káosz kapitány? Aha. Ő neki a teljes nevét el tudjuk árulni, mert szerintem nagyon sokan nem ismerik már őt. Igen, hát ő most Bahama Káosz, már Kanada Káoszból váltott igazából, de amúgy Berényi Csaba. Aha. És az ő ötlete volt egyáltalán a Qualitonsnak a megalakítása, hogyha jól megszem. És a Barna volt vele együtt az alapítótag? Barna volt, Huni, Ernő, és Premetsz Matyi, nem, hanem a, nem jut eszembe a neve, a billentyűs srácnak a passzóból. Benkő Dávid. Igen, Benkő Dávid. Így volt az alap négyes. Wow. Ez az ős kvali. Igen. Ezt még én se tudtam, hogy a Dávid volt, és nem a Matyi volt. Pár évvel ezelőtt lepődtem meg először, hogy ez volt az alapfelállás. Tulajdonképpen az egész Qualiton sztori, ez csak egy ilyen fedőnév, ami alatt így jönnek-mennek az emberek, és mindig valami történik, valami kinő, visszamegy, Hát most Barna meg Ernő az őstagok lényegében, mindenkoriak. Úgy áll a helyzet. Ezt egyébként jó, hogy így felhoztad, hogy így jönnek-mennek az emberek, mert arra azért kíváncsiak vagyunk, meg szerintem azok is, akik néznek minket, hogy milyen volt így a feloszlás és az újraalakulás, és hogy utána ilyen intenzitással belevágtatok a dalszerzésbe, ez így belülről milyen élmény volt? Én kezdjem? Hát én nem voltam belül, úgyhogy ezért hát, átpasszolnám. Igen. Valójában ott nagyon sok szarakodás előzte meg a feloszlásnak a kimondását, illetve a gondolatát is, és lényegében azért tettük ezt meg, hogy aztán tudjon történni bármi, hogy valamerre tudjunk lépni. És amint ezt így kimondtuk, letettük, szinte azonnal, nem tudom, szerintem egy-két héten belül Barna már írta is az e-mailt, hogy is akkor elkezdünk-e próbálni. elkezdtünk próbálni lényegében. Hát Huni kilépett, de az is, tehát ott ment a lebegtetés egy kicsit akarva akaratlanul, hogy...
hogy ő akkor most hogy lép ki, vagy hogy nem lép ki, hogy most annyira nem jó neki, de azért úgy benne lenne még, vagy nem tudom, és akkor ezért lett, ezért mondtuk azt, hogy akkor ezt most állítsuk meg. És utána lényegében huni nélkül elkezdtünk egyből próbálni, és akkor ment a teenager lamour, és csak zenéltünk, és ezért nem tudom, hónapokig elővettük a régi demókat, meg a nem tudom, vázlatokat, meg volt úgy csak, hogy zenéltünk csak úgy, és akkor így jöttünk össze. Lényegében semmi céllal, csak hogy zenéljünk. De szép. És utána kezdődött el az, hogy... Ernő engem felhívott, hogy már vannak ilyen ötletek. Tehát akkor te ebbe a folyamatban még nem vettél részt. Nem, nem. Sőt, előtte is már én egy évig ezelőtt nem voltam benne, mert az Ádám visszatért a billentyűs posztra. Szóval én előtte ja, csak tényleg. Egy... Előtte én beugrottam egy bő évre, és akkor pont együtt jött ki ez a KXP-s dolog, de utána már a kekszek lemezem, már megint az Ádám billentyűzött. Aha. És akkor én úgy kerültem vissza az ügybe, hogy Ernő felhívott, hogy leszek-e producere ennek a formálódó lemeznek. És akkor elkezdtünk így együtt dolgozni, és aztán közben jöttek mindenféle ötletek, meg helyzetek, és akkor egyszer csak ott álltunk magunkat, hogy már ez már így olyasmi, mint hogyha én így ebbe benne lennék, és akkor egyszerre csak így valahogy ezt így kimondtuk. Teljesen adtam magát, persze. Hogy akkor ebben én vagyok. Azért nézi ilyen nagyba a Bálint, mert a következő kérdésünk lényegében erről szól, hogy ugye akkor Ernő hívott be ebbe a dologba, invitált be, mint producer. De akkor, ő hívott fel technikailag, az, hogy ez kinek az ötlete volt, azt nem tudom. De hogy így mint produceri, azért is hívtunk így benneteket, mert végül is ennek az évadnak valahogy ez a tematikája, hogy valaki a zenekarból, és valaki, aki segít, most ebben az esetben mind a ketten a zenekarban vagytok, de azért nagyon meghatározó a te produceri munkásságod, úgy már lassan az egész magyar zenei palettán érződik a Weil-hatás, de az lenne a kérdésem nekem, hogy mennyire hatott ez mind a kettőtök felé, tehát hogy és milyen mértékben, és hogy hatott az Andrisnak a hozzá rakása. Először ilyen produceri? Igen, ilyen tök klasszikusan az volt, hogy pozícióból? Hogy így lementem a próbára, kb. Ilyen a szokásos ilyen jegyzetelős, hallgatós attitűddel, és akkor a srácok eljátszották azokat az ötleteket, vagy dolgokat, meg ahogyan ezek álltak éppen, és akkor ott így voltak még ilyen kidolgozatlanabb dolgok, voltak olyan struktúrák, amikben nem volt még így megegyezés, és akkor ezeket próbáltuk meg véglegesíteni, hogy legyen olyan verzió, amivel el tudunk kezdeni stúdiózni. Hm. És akkor volt pár ilyen próba, és aztán Ernőjéknél vettük föl az alapokat. Ó, én azt hittem, hogy a Mátrában. Nem, ezt ja. Az Ernőjéknél a Pilisben. Hegy. Szobában. Mi a legjobb szobája. És kb. A legjobb stúdiótér, amiben eddig felvételt csináltam. Ja, a gyerekszobában? Aha. De egy ilyen nagyon, ez egy faház, és egy ilyen nagyon hosszú, nagy belmagasságú, és ilyen furán, amorf alakú terem. És oda... Akusztikailag kiváló, hogy nincsenek párhuzamos falak. Igen, és elég nagy, és nagyon jó volt. Ott a 3 napot töltöttünk, vagy valami ilyesmi? 3 nap, 4 éjszaka, azt hiszem. És akkor végig is ez a Klub Echo anyag alapjaiban ott felvételre is került. Szerintem utólag már csak énekfelvétel, meg ilyen overdub dolgok voltak, de hogy így a zenei alapokat ott így 3 nap alatt felvettük, és akkor... Akkor én ezt csak a fejemben, a mátrai helyszínt, az csak én nagyon tettem sok hozzá. Mást, igen, nagyon sok mást vettem fel, de ezt nem. Ezt pont nem. És Levi, neked milyen feeling volt így Andrissal dolgozni, és milyen ötletek, vagy zeneileg? Én vélem felfedezni az Andrisnak a világát, teljesen... Leginkább azért kérdezem ezt így, lehet, hogy ez... picit meglepő, mert Bandcampen a szövegben azért az úgy kiugrott nekem, hogy stb. Nagyon jó szöveg, produced, recorded and mixed by András Weil. És akkor ott azért az úgy, azért ezért én kérdezem így. Én írtam bele. Nem ők. Ezt szerintem nem is tudom. De azt mondja, nem kérdezted meg őket. Nem, hát így rányomtam a billogot. Hát nagyon, mivel dolgoztunk már előtte is, ráadásul én más dolgokban is zenéltem már vele együtt, ezért így teljesen egyértelmű volt, és nagyon jó segítség volt, és teljesen organikus volt a beépülés ebbe a dologba.
konkrétan ennél a lemeznél megvoltak a vázlatok, és akkor jöttek rá a javaslatok, és akkor elkezdtük azt így csiszolgatni együtt. És kb. Ez már olyan volt, mint egy közös dalszerzés, csak már megvoltak a vázlatok. Tehát most ennél a kettőnél itt is hasonlóan megvoltak a vázlatok, csak már hamarabb belekerült lényegében hangszeresként ezekbe a fázisokba, illetve itt van, nem tudom, egy-két saját téma, és ami teljesen te hoztál. Illetve... Igen, ez nekem amúgy, erről nem is beszélgetünk még zenekaron belül is, de hogy ez nekem az első élményem úgy az egész életemben, hogy úgy készítünk zenét egy zenekarral, amiben benne vagyok, hogy az én ötletem hozzá. Hogy nem az, hogy egy ilyen közös jam, és akkor abból, mint közös gyerek, így elkezdjük bontogatni, hanem hogy én ott valamit otthon összedemózok, valami ízét, hülyeséget, és megmutatom, és akkor... Ez így be van fogadva, hogy na jó, akkor ezzel közösen kezdjünk valamit. Ez nekem bazi nagy élmény, meg hogy aztán ez így megszólal, és akkor így wow. Meg gyönyörű szép dolog, és nem kis, nem mellékes, hogy ezen a lemezen mindenki énekel? Igen. És különböző szerepekben van, amikor te vagy dominánsabb, van, amikor az Andris hangját hallom jobban, van egy szám, amit a Barni énekel. Igen, amit ő is írt. Amit ő is írt, szóval ez nekem ilyen, végül is tényleg így ennek a 60-as, 70-es évek zenéi világának egy ilyen fontos jellemzője, amikor a zenekarban többen énekelnek, több szólam van, de hogy így változik az is, hogy ki éppen a lead énekes, és ezt így nagyon, igen, ezt nagyon ezt élem. Még próbálgatjuk már, mint hogy ez eddig is jellemző volt a zenekarra, de most úgymond huni hiány gyakorolnunk kell, illetve tudni kell beleállni ezekbe a pozíciókba, helyzetekbe. De ez olyan szép... megoldás. Úgy, igen. Hogy mondjam, ez egy amúgy az csak, ja, tehát, hogy még vár ránk út egyébként ennek a fejlesztésben vagy a fejlődésben, de azért kezd úgy meglenni, meg a feeling azért jó. Igen, meg valahogy úgy fogalmaztuk meg, hogy ez az egész felállás most, vagy ez a zenekar, ez egy ilyen kamarazenei felállás, csak egy ilyen nem klasszikus kamara, hanem ilyen groove kamara beat. Zene. Beat zenei kamara. Hogy igazából ilyen ritmus zenei közös pontból kiinduló bármerre kalandozás együtt, úgyhogy így mindenki egyenlő, kb. Valami ilyesmi. Így az alapkoncepció, vagy én ezt érzem most mögötte, és amúgy szemben ez, hogy a vokáloknál is így van, annak ellenére, hogy azért szerintem fogunk, vagy lesz olyan, hogy ilyen szólóénekes bevállalások alakulnak, vagy szeretnénk, hogy legyenek. Mármint vendég? Nem, hanem hogy egymás. Zenekaron belül is, okay. Tehát mint hogy a Barna a te utadba tényleg így beleállt, megírta, elénekelte, szerintem... Nagyon szép szám az is, nagyon bírom. Köszi. Szerintem ilyesmik még várnak magukra, és még így biztatjuk is egymást, hogy vállaljunk be ilyen dolgokat. Mint hogy most a Szenesnél Ernő rávállalt arra. A Pest felé szökik. Igen, és de jó volt, pedig nagyon nem akarta sokáig, aztán sokaknak az lett a kedvenc, és nagyon jó hangulat lett tényleg. Úgyhogy várjuk a kommenteket, amik Ernőt biztatják, hogy énekeljen sokat. Tök jó. Én innen is támogatom. Valóban az ilyen 60-as, 70-es évek zenekarai nekem is beugranak, amikor erről van szó, hogy több frontember van a zenekarban, már olyan értelemben, hogy több énekes szólista van. De egyébként, tehát hogy így mondjátok, hogy ez még vár rátok, meg ez egy feladat, és hogy így próbáljátok egymást bátorítani, de azért a zöldsárgát azt már te szoktad énekelni, nem Andris, a koncerteken szólóban első sorba, vagy hát a szóló részeket magadra vált. Levinek is van szóló dala, tehát hogy én azt látom, hogy ez azért már van. Tehát ez a folyamat, ez már zajlik valójában inkább egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen megerősítés, vagy biztos, hogy az ami ilyen igény megvan bennetek, hogy az egy személyes frontember hiányát betölteni egy ilyen több személyes valamivel. Igen, meg talán nem is, vagy nekem például nem az van, hogy így bármilyen hiányérzetem lenne, vagy ilyen fura, tehát hogy ilyen magyarázkodásra szorulna ez a frontembertelenség, hanem egyszerűen nem olyan természetes még ez a pozíció, hogy éneklünk, és főleg a szóló éneklés,
a harmonizálás pedig rohadt nehéz. És ott meg egyszerűen ez van, hogy ott egy ilyen koncertszitub, amikor így éppen leesel, és úgy sikerül a fülmonitor mix, ahogy sikerül, és ott ezt stabilan úgy hozni, hogy az bárhova ledobják álmunkból fölkeltve, az így paf világszínvonal, mondjuk, mint ahogyan a hangszeres részét szerintem már nagyjából meg tudjuk csinálni, még a vokál része az még nem ennyire magától értetődő. De hát ez csak kilométerek kellene. Pontosan. Hát én ezt teljesen megértem egyébként, hogy ez egy feladat, mert a Mörkben is voltak olyan törekvéseink, hogy Dani meg én is így írtunk dalokat, aminek demo szinten az ének sávét mi énekeltük fel, meg úgy mutattuk meg, még akár a legutolsó lemezen is van ilyen, mindkettőnk részéről, de nehéz úgy, hogy pláne, hogyha volt, vagy van egy nagyon jó szólóénekes, és mellette így bátorítani önmagadat, szóval abszolút tök királyok vagytok, meg én ilyen hasonló, vagy így együtt tudok érezni ezzel, és jó ezt így kívülről látni, hogy valaki így fejest ugrik ebbe, úgyhogy yes. Köszi. Azért elég sokat változott a zenekar, mert most így az előbb is többször szó esett. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy Levi, neked így az elmúlt 12 év, vagy mennyi volt? Talán nem tudom ezt így pontosan, hogy így de valami ilyesmi. Ezeknek a hullámait így hogy tudod elrakni magadban, vagy élni ezzel az életedet? Hát... Összecsapnak a fejük. Igazából nem mondanám. Hát sok idő ez. Így, hogy haladnék visszafelé, mert így ezek a legélesebbek, és aztán majd így szépen a homályba így ez elvész, amit már így nem tudok. Szóval most nagyon jó, nagyon tevékeny, sokat dolgozunk. Talán még nincs kialakulva minden poszt és minden helyzetre nincs még megoldásunk vagy receptünk. Ezért kicsit többet dolgozunk, mint kéne, de dolgozunk rajta, hogy ez így szépen ki tudjon alakulni. Szóval most így történnek a dolgok, sokat is teszünk érte, minden tök jó. Akkor ezelőtt volt ez a kis leállás, ami igazából úgy tényleg egy ilyen elmocsarasodás eredménye, Covid-dal, de már előtte is ott egyébként egy ilyen, nem tudom, egy ilyen furcsa ilyen perspektíva vesztés, meg hogy akkor mit csinálunk, nyomulunk, de nem nyomulunk igazán, egy kicsit ilyen zeneipari, nem tudom, ilyen problémák, amiben így ütköztünk meg önmagunkkal szemben is, hogy akkor most mennyire akarjuk ezt, mennyire élvezzük, vagy tudjuk élvezni, kicsit olyan direkt lett, meg túlságosan ilyen, nem tudom, elvesztettük egy kicsit a zenét ebben az egészben, és ez egy hosszú folyamat volt igazából. Úgyhogy ott lényegében ez így kifutott oda, illetve előtte volt sok minden jó, tehát hogy sok szép eredmény, meg sok jó koncert, de úgy szép lassan évek alatt lényegében ez így megtörtént, ez a kis leépülésféleség, vagy ilyen megfurcsulás. És ezelőtt pedig szintén volt egy leállásféleség, ami jóformán természetesebb volt ettől, mert Ernő kiment Berlinbe élni, és így nem nagyon tudtunk zenekarozni, de akkor ez így kb. Rendben volt, tehát hogy ezzel nem volt akkora bajunk, azt hiszem, csak ez így persze mindenki tiszta volt ezzel, hogy ez most így ilyesmi, és akkor jött ez a Chili ügy, és akkor megint valahogy Ernő is pont úgy jött ki, hogy nem sokkal azután így visszaköltözött, és akkor az konkrétan hozott egy lendületet. Na, abba viszont nagyon szívesen belekérdeznék. Én beszélgettem veled arról az egész Red Hat-os ügyről, és nekem, mint Red Hat rajongónak ez egy ilyen elég kardinális pont, és hogy amik cikkek erről íródtak, akár a HVG 444-en, stb., nem igazán taglalták azt, hogy lehet, hogy direkt nem annyira osztottátok meg, nem, még volt egy olyan gondolat is, hogy úgyse hinnék el az emberek azt, hogy ti utána együtt vacsoráztatok a Flea-vel, meg az Anthony-val, és aztán a koncerten is találkozhattatok velük a backstage-ben, hogy azért ez biztos, hogy óriási élmény lehetett, és nem tudom, én mindenképpen szerettem volna, hogyha erről egy kicsit, mert én tudom, hogy mindig előhúzzák ezt, de hogy nem, én nem a felszíne miatt, vagy nem az ilyen clickbait vonzata miatt, hanem hogy ez a valódi találkozás miatt, meg hogy ez biztos, hogy egy ilyen elképesztő csodával határos
dolog lehetett nektek. Nagyon izgi volt, persze. Tehát, hogy ilyen ember közelből, test közelből megtapasztalni őket, meg persze leginkább Antonit, mert ő volt a legérdeklődőbb, meg ő nagyon akarta ezt. Tehát ez volt igazából a legilyen furcsább, hogy ő szorgalmazta ezt, hogy mi találkozzunk és ismerkedjünk meg. Mm. Ez egy kicsit olyan már-már bizarr volt. és nagyon-nagyon jó fej volt. Nagyon tényleg nagyon érdeklőd, úgy kérdezgetett folyamatosan, tehát, hogy nem csak egy ilyen kis kamuszagú valamilyen volt, hanem tényleg valamiért ez nagyon, nagyon érdekeltük őt. És igazából így ezek ilyen kis furán, kellemesen megtörténtek ezek a találkozások, hogy elmentünk vele, meg a bodyguardjával, nem tudom, a Nobu étteremig hátsó kijáratokon, a hotelből, mert hogy elől ott volt a sok rajongó, és akkor ott is leültünk külön, nem tudom, és akkor ott is sztorizgattunk, arra emlékszem, hogy akivel tartottuk a kapcsolatot, egy, már elfelejtettem a nevét, a fotós, meg ilyen régi jó barátja, kb. Tourmenedzsere a zenekarnak, és ő is nézegetett neki folyamatosan ilyen infókat, amire nem emlékezett, hogy itt-ott hol játszott, biztos volt már elég neki, és akkor ő nézte Google-ről, hogy igen, akkor tényleg ott volt. Ott voltunk? Ott voltunk, oké, nem tudom, hogy itt ilyen kis furaságok. Yeah. Ja, és aztán meg volt a vacsi, vagyis volt egy másik vacsi, ami nem kimondottan arról szólt, de oda is meghívtak a backstage-ükbe, a saját szakácsuknak a mindenféle kis finomságait ott eszegethettük. Meg közben dumálgattunk, és akkor ott bejött Flea, és akkor ott ilyen Ádámmal elkezdtek Bartókról beszélni. Megjött a gityós arc, és ő is intenzíven bekapcsolódott, és mi ott is tök jól el voltunk. Beszarás. És kicsit szürreális azért. Igen, na, egyébként tényleg az. És utána pedig teljesen megállt ez az egész. Tehát, hogy irogattunk nekik, meg nem tudom, és így... És hát semmi gondolom, az élet elsodorta őket is. És hogy nem készült fotó? Vagy készült, csak nem? Vagy ők kérték, hogy kérték, ne... Kérték. Ja, sejtettem. Kérték. Aha, hogy ne fotózzatok. Mm-hmm. Ja, gondoltam. De milyen közös kép sem volt? Semmi. Wow. Mondta is, hogy ne. Ez is tök érdekes. Hogy ez már az a szint, ahol már ilyen nem készülnek közös képek. De mindegy, nagyon, nagyon izgalmas. Köszönjük szépen a beszámolót. Nekem lenne egy olyan kérdésem mindkettőtök felé, akik azért sokféle formációban nyomtátok ezt az egész zenei életet. Ugye van egy ilyen kicsit keserédes, hát szomorú apropója ennek az utolsó pár emberi tényező felvételnek, hogy mi is lassacskán az utolsó nagyobb ívű mőrkoncertre készülünk, november 30-án a Hajóra, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, ahol ezt az anyagot mutatjuk be, amin egyébként az Andris által készített felvételek szerepelnek. Szóval, hogy mind a ketten voltatok már mindenféle zenekarban, és nektek mik a rájövések az évek alatt, hogy mik a legfontosabb dolgok, amikre oda kell figyelni a zenekar működtetésénél. Teljesen őszintén, amit van kedvetek megosztani velünk, meg a hallgatókkal, nézőkkel, hogy mire kell a leginkább odafigyelni, min múlik a leginkább, hogy valami működik, vagy nem. Nektek mik így a tapasztalataitok? Ha nem túl kényelmetlen, de nem, tudok ennél konkrétabban nagyon kérdezni. Nagyon izgi, meg valószínűleg igen, szóval én elég sok olyan zenekarban játszottam, ami megszűnt. És volt olyan is, amikor azt gondoltam, hogy ehhez nekem közöm van úgy is, hogy egyiket sem, illetve ugye az Etnofil vagy később Old ID-nak a leállásához van közöm, mert az tulajdonképpen az én döntésem volt, de ezen kívül a többi szitu, a kis tehén megszűnése, a kisebb zenekarainknak az ilyen elhalványodása, és így gyakorlatilag ilyen kimondatlanul is így eltűnése, meg aztán a Fucking Boys-nak is így a leállása, mind alapvetően emberi tényezőköm volt. Yes. És... Köszönjük a podcastunk. Mármint, hogy az, hogy nézték ezt a műsort, és úgy döntötték, hogy inkább abba hagyják. Nem. Szóval, hogy
hogy nem tudom, hogy most nem is mennék bele a részleteibe, hogy itt melyik nem is kell. Helyzetben mi történt. Kinek a hibája volt. De, igen, vagy hogy bárkinek is a hibája volt, de az biztos, hogy mint... Szóval én egy időre, ilyen 2019 vége 20 elején úgy gondoltam, hogy én most nem akarok zenekarozni. Hogy így besokaltam, hogy elég volt, hogy toltam, és égettem az energiákat, és így nem hálás, nehéz, nem tudom. És jött is a Covid, ami ezt az egész szituációt nekem így lehetővé tette, hogy megszűnjön. És aztán jött a lehetőség, hogy felvételeket csináljak, és ebből megéljek, és emiatt így tökre elintéződött a dolog. És aztán jött a Qualitons, ahol meg valahogy egyszerre csak így ott találtam magamat benne meg, hogy igazából ez már akkor is tetszett, amikor egy kicsit benne voltam, és hogy utána azért nem maradtam benne, mert más dolgokban hittem, hogy azokba több energiát kell tenni, és azok az én fő projektjeim, és akkor nem fér bele túl sok minden, és nem tudom mi. És itt meg azt érsz, hogy itt meg egyszerűen csak úgy lennem kell, és akkor már benne vagyok, és már van, és már működik, és ennek is igazából ez volt az alapja szerintem, hogy így valahogy ez egy olyan szerencsés együttállása ennek a pár embernek most, hogy így érdekeljük is egymást, inspiráljuk is egymást, valahogy van egy ilyen kölcsönös tisztelet így mindenki felől, mindenki felé, ami miatt így nincs ilyen hierarchikus dolog, hanem igazából hogy ki van mondva, hogy itt a zenéről van szó, és minden más le van szarva, tehát nem kergetünk ilyen mindenféle vágyálmokat, hatalmas karrier, nem tudom mi, nem ez számít elsődlegesen, hanem hogy így, amit Levi is mondott, hogy lementek próbálni a zenélés élmények kedvéért, igazából ez köti össze ezt a dolgot, és ilyen tét nélkül ez megy, ameddig élvezzük, és kész. Szóval igazából szerintem ez a legfontosabb, hogy ezt így élvezzük csinálni, és ezért szerintem amúgy nagyon sok esetben nagyon sokat kell dolgozni, hogy ez így élvezhető legyen, mert nagyon sok minden el tud csavarodni, a kommunikáció el tud csavarodni, el tudnak egymás mellett menni emberek személyiségfejlődésben, zenei fejlődésben, ízlésben, annyi mindenben. És hogyha valakik ezt olyan komolyan gondolják, hogy ilyen nehézségek árán is együtt akarnak maradni és ezt csinálni, akkor azért szerintem baromi sokat kell tenni. Szóval tudom, hogy például mit tudom én, a Carson Kuma viszonylag az elejétől kezdve foglalkozik a mentális egészségével és a csoportdinamikával, és pedig ők még amúgy tök fiatalok, és azt gondolják, hogy ott még így mindenen csak így keresztül gurulsz, és kész. Szóval, hogy ez egy ilyen tök tudatos beleállás, hogy igen, elfogadjuk, hogyha ennyien zenélünk együtt, és ennyien ennyi időt együtt töltünk, akkor ott baromi sokat kell ezzel foglalkozni, meg egymással. Szóval, hogyha most én újra kezdeném, akkor biztos, hogy az előző már behalt projektjeimnél is oda mennék vissza, hogy nem jutunk el arra a szintre, hogy így kommunikálunk egymással, meg hogy ilyen feszültségekbe belemegyünk, hanem így próbáljuk valahogy ezt így emberileg rendezni, megbeszélni, több időt szánni, egymásra leülni, beszélgetni, a zenén kívül időt tölteni, ilyenek. Vagy amit most mondtál, hogy a Carson Kumások ezt hogy intézik, hogy segítséget kérni akár. Mm-hmm. Ez tök érdekes. Meg nagyon pro. Tehát ez már egy ilyen pro level generációs attitűdbeli különbség is, hogy ezt már így tökre nem ciki, sőt, igazából azt ciki, hogyha így leszarod, és így tönkre hagyod menni a kapcsolatot. Szóval ja, hát ez a mi generációnkban, vagy a minket körülvevő zenekaroknál még én nem is hallottam, szóval ez nem volt a kultúránk része, és hát remélem, hogy minél több zenekarnál ez, akik így igazán komolyan gondolják, és az ezzel járó ilyen turnézást és stresszt és mindent így bevállalnak, ott ez már, én ezt így kötelezővé tenném kávé. Valid, köszönjük szépen. Levi, neked bármi, amit így hozzáfűznél, vagy ami így beugrik a fejedbe? Érgettem lényegében az agyamat, és abszolút egyetértek ezzel. Igazából tényleg ez, hogy ne veszítsük el menet közben azt, hogy miért is csináljuk ezt. Tehát, hogy ha belegondolok a rotyogásokba, amik voltak, akkor általában azért volt, mert túl sok lett minden más, vagy nagyobb fókusz került arra, hogy kell csinálni a dolgokat, lépéseket tenni, stb. Stratégia, és közben meg eltűnt, ami miatt mindenki elkezdi a zenélést alapvetően. Sokkal inkább egy ilyen mögüle. Nyomasztó, ízacságszagú. Igen, és hogy ezt nem szabad.
ja. hagyni, vagy erre így figyelni kell, igen. Közben lehet dolgozni, mi is dolgozunk egy csomót, tehát azért igen. megváltozott a mi attitűdünk is, ahhoz képest, hogy volt egy 4 hónap, 6 hónap, amikor csak zenéltünk, és akkor azért mégiscsak felvesszük a lemezt, azért ezt mégiscsak bemutatjuk, azért mégiscsak kiadjuk, és akkor elkezdtek jönni a kis Lehet, hogy a fázisok is, vagy ennek a, nekem bennem van egy ilyen gondolat, hogy nagyon sokat segít, hogyha az ember tud fázisokban gondolkozni, hogy most az alkotásnak mely fázis a domináns, mit csinálunk most, mit csinálunk ezután, az kb. Meddig tart, vagy valami fajta így adni egy kis kapaszkodót, hogy mit meddig csinálunk, hogy ez nem fog örökké tartani. Azért nekünk például megkeverni egy lemez, nekünk az nagyon nehéz, és néha tudunk, tehát igazából az mindig tudtunk olyan dolgokat produkálni, hogy olyan érzés volt, hogy sosem lesz vége. És azt szerintem például nem annyira jó, de ez most csak egy dolog. És még gyorsan így hozzá kapcsolva, hogy oké, egyértelműen lejön, hogy egy zenekart csinálni nagyon nehéz. Ezt gondolom mindenki feltételezte, de ez tényleg valóban így is van. Viszont nagyon sok szépsége van. Nektek mi az egy-egy olyan dolog, amit a zenekarban alkotás és a zenekarban létezés, gondolkodás ad, amit más, tehát mit tudom, egyedül csináltok valamit, vagy dóban, azért az is eléggé más, de amikor egy zenekar így együtt valamit csinál, akkor az nektek mit ad? Például most. Nekem azok a legjobb pillanatok, vagy azok a legönfelettebbek ebből a szempontból, amikor elkezdjük a próbát, és elkezdünk hülyülni, és akkor csak így hülyeségből játszunk dolgokat tényleg. És akkor van, hogy az elhúzódik addig, hogy tök jó dolog lesz, vagy egyből már valaki nyúl a telefonért és felvesz, és lehet, hogy ebből lesz valami, de hogy ezek direkt ilyen bolondozások. A vumzibár az így született? Nem. A vumzibár gondolata? Nem hiszem. Attól nagyobb bolondságok. Tehát mondjuk nem tudom, Ernő kézzel lábbal a pedálokon, miközben Barna gitározik, és valaki még vonaglik éppen, nem tudom, a próbateremben, szóval ezek ilyen félek. Rendesen ilyen zárt osztály hangulat van azért általában. És akkor utána ez mindenki így kiéli magát, meg így nem tudom, nagy rötyögés, és akkor utána elkezdünk zenélni, ami szintén nagyon jó, de ezek, amikor mindenki belemegy, és nem sürgeti, hogy na jó, kezdjük már el most már azért a munkát, azok a legjobbak szerintem, vagy nekem. Igen. Yeah. Nagyon király. Azt hiszem nekem is, vagy nekem most volt egy ilyen élmény, hogy lementünk az Ádival elvileg átnézni a Szenesi Vándalokat, és akkor megérkeztünk, és nem tudom, Ádi véletlenül rossz presetet indított el a Nordon, beindult egy ilyen iszonyú daráló arp, és akkor hát több se kellett akkor valami kis egy-két hang, és akkor ott álltunk, hogy eltelt egy ilyen 40-45 perc, nem vettük föl, de hogy egy ilyen tök jó jammeltünk, és tudod, csak így, hát semmi nem volt megbeszélve, csak úgy megtörtént egy ilyen. És ez az érzés, hogy szóval én szeretek otthon egyedül matatni egy darabig, de azért amit én csinálok most, az egy magányos iparág. Szóval, hogy nagyon sok időt töltök, főleg az utómunka során egyedül hangszerekkel, számítógéppel, ilyesmi, de ez, hogy bemegyek valahova, és akkor ott van egy másik olyan állat, mint én, és azzal ott így kicsit össze tudunk így dörgölőzni. Meghemperegni a sárban. Egy csordányi állat, akivel így meghempergünk, igen, és aztán hazamegyünk, és így mindenkiben van egy ilyen kis de jó, kihemperegtem. Szóval ez jó. Yeah. Így lemenni a játszóra. Szép. Ez hiányzott nekem a korábbi évekből. Az előző kérdés, ez volt még gondolatom, hogy csak félig felejtettem el, hogy ez a mi nehéz a zenekarozásban, vagy hogy így hogyan éljük meg ezt az egészet. És egy kicsit... Nem érted, hogy egy pozitív kicsengést akartam ennek. Nem lehet. De a pozitív kicsengése az, hogy mint hogy beszéltünk erről, hogy a mentális részét is segítségbevonásával könnyebb abszolválni. Az van, hogy van egy kreatív döntéshozatali folyamat, mint például nálatok a mixing, ami nehezen megy, ott is döntések vannak, vagyis a mixing az nem egy valami varázslás, hanem kreatív zenei döntések tömkelege, amik egymásra hatnak ilyen nagyon komplex módon, ezért nehéz. És mint minden döntéshozatalban szerintem akkor hozunk jó döntéseket, hogyha van valami ilyen döntéshozatali flow-nk, amikor így lendületben vagyunk, és nem gondolkodunk túl sokat, de azért gondolkodunk valamennyit, szóval van egy ilyen. És szerintem az van, hogy hogy egy kicsit most magam mellett, vagy igazából a producer... Te ennek nagymestere vagy, és a felvételt ezáltal te nagyon megkönnyítette. Tehát én azt gondolom, hogy
nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez az anyag egyáltalán létrejött volna, hogyha te nem ezzel a filozófiával jössz és szállsz be és segítesz minket. Szóval ez abszolút. Ennek nyugodtan fényez magad ilyen szempontból. Nem is csak feltétlenül magamat akartam, bár most, hogy így mondod, nem, hogy örülök neki nagyon meg, hogy igazából ez nekem nagyon sokat számít, de hogy egyáltalán tényleg ez a producer, vagy ez a külső fül beengedése ebbe a kreatív döntéshozatali folyamatba, és emiatt ez az ilyen átsegítés érzet, hogy igazából a Qualitons történetében, ha van ott egy menedzser, aki ezekben a nem kreatív, vagy néha kreatív, de alapvetően zeneipari, meg ilyen biznisz típusú kérdésekben átsegíti a produkciót, hogy a Hunival együtt, hogy az amerikai lehetőségeket, hogy így azt mondja, hogy igen, akkor ezt csináljuk így, és így, és így, és akkor ezt így lehet, akkor valószínűleg például nem dagonyázódik bele a projekt egy ilyen így is dönthetünk, úgy is dönthetünk, de végülis nem tudjuk, hogy mi alapján hogy döntsünk, és akkor így inkább elfogy az energia egy idő után. Szóval szerintem ez iszonyú fontos, hogy ezek a támogató személyek, ezek a támogató rendszerek, ezek ott lehessenek a zenekarok körül, és szerintem itthon ebben remélem, hogy lesz nagyobb fejlődés, hogy a zenekarok megkapják ezt a támogatást, mert a jelenlegi ilyen zeneipari infrastruktúra, mondjuk az ilyen koncertszervezés, meg ilyesmi tekintetében inkább a saját sablonjait, a saját ilyen működését próbálja meg, sokszor én úgy érzem, így rá erőszakolni a produkciókra, és nem a produkcióknak a törekvéseit próbálják megérteni sokszor szervezők, és az ő hozzájuk szabott döntéseket meghozni, és lehetőségeket kialakítani, pedig ezt hiszem iszonyú fontos, és szerintem ebben egyébként nagyon sokat kell fejlődnünk még itthon, hogy ez a fajta ilyen szervezői együttműködés a zenekarokkal, meg szervezők egymás között is, ez így egy ilyen biztonságosabb környezetet teremtsen, vagy egy ilyen jobb érzésű környezetet teremtsen a zenekaroknak. Tök durva, hogy például a szlovákok, vagy a Romániában is, vagy Szlovénia, szóval bárhol körülöttünk, ez úgy érződik. És úgy is, hogy ott pedig a produkciókból van, mondjuk a mi stílusainkban talán kevesebb, és mégis annyira komolyan veszik, és annyira komoly ilyen zene szerető, zene buzi emberek így tömkelegével próbálják ezt az infrastruktúrát kialakítani, és itt megfordítva, hogy zenekarok vannak, de valahogy azt érzem, hogy úgy mégis olyan nincs, ez a táptalaj egy kicsit így hiányzik. Tehát több segítőkész, támogató ember, aki a zenekart, vagy a produkciót figyelve, annak igényeire figyelve megpróbál mondjuk hozzátenni egy-egy puzzle darabkát? Aha, úgy, ahogyan tényleg ez a mentális vagy kreatív coaching része is már megy, úgy ez a fajta ilyen business coaching for bands, ez az, amit én nem látok működni. Értem. Valószínűleg azért, mert kurva nehéz. Ja. Tehát, hogy valószínűleg nincs recept, nincs, tehát, hogy itt ez... Hát ez a... Ebben nincs recept. Ebben ez... Nem térül meg. Tehát az a helyzet, hogy szerintem... Köszönjük. Arról a Dénessel is beszélgettünk már erről a Jazz Boys-os adásban, hogy nekik egy pozitív élmény az, hogy a Jazz Boys körül elkezdett egy olyan crew dolgozni, akik nagyon lelkesek, és ugyanolyan lelkesedéssel dolgoznak körülöttük, mint ahogy a zenészek zenélnek. Hát ez nagyon-nagyon ritka dolog, de nagyon-nagyon pozitív dolog, és lehet, hogy ezt látod te a szlovák piacon mondjuk, vagy ezt hallottad te a környező országokból, hogy lelkes emberek lelkesedésből dolgoznak ezeken. És hogy befektetés, tehát hogy igazából ez a kulcs, hogy a Jazz Boys-nál is lehet, hogy nem a legelejétől van ez, de amint már elér egy bizonyos szintet, és ez már egy funkcionáló üzlet, vagy egy vállalkozás is, akkor nyilván megjelennek. Szerintem az Azaria Crew is rohadt jó. Hát igen, de azért a jazz, azt nem lehet összehasonlítani a kettőt. Igen, de hogy a jazzboznál is kell nagyon-nagyon durva lelkesedés ahhoz, mert azért még annyira nem tudnak sajnos még mondjuk olyan
anyagi juttatást persze biztosítani, mint mondjuk, mondjuk nyugati, itt a francia, vagy német zenekarok. Igen, de a Jazz Boys azért már valami, tehát hogy mondjuk persze a magyar zenekarok, vagy az én nemzetközi ambíciókkal rendelkező magyar zenekarok közül a Jazz Boys az már egy ilyen kiemelkedően sikeres, nagy, hallgatott valami. És én amit gondolok, hogy az a fajta ilyen befektetési hajlandóság, hogy itt emberek úgy álljanak oda produkciónk mellé ezzel a lelkesedéssel, hogy az még sehol nincs. Csak aha, a zene van, és emberek elkezdenek hinni abba, hogy fú, figyelj, ez a társaság, ez a brigád, ez a zene, ez potens, ebbe most toljunk bele értem pár évet. Na ez nincs. Aha. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy mi úgy tegyünk energiát valamiből, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy valaki nem garantálja, hogy ebből valami jó sül ki, ez nincs. És szerintem ez a fajta bizalom a jövőben, meg a saját tehetségünkben, kreativitásunkban, mit tudom én, ez szerintem nagyon hiányzik. Mm. Ilyen mély pszichológiailag itt, hogyha elindulnánk, szerintem még egy órát tudnánk itt ülni. Simán. De nagyon-nagyon izgalmas téma, és kösz, hogy ezt így behoztad. Viszont lassacskán, szóval én azt javaslom, hogy a Bálint dobja be a kvázi utolsó kérdését, és aztán... És aztán még meg először egyik a vinélt, megmutatjuk a vinélt. Te hoztál vinélt? Ja, igen, hát gyerekek, igen, mutassátok már meg. Meg hol van? Ott a hátul. Várjál, ott van. Club Echo Volume 1. Bálint, megy ez nekünk. Kell nekünk egy ilyen teszkás. Diszkréciós termékelhelyezés. Nálam van a matt laminált. Te vagy az verzió eleje, akkor én vagyok a háta. Matt, két verzió van? Igen, igen. Elkérhetem egy pillanatra, csak... Én meg a másikat. Megmutatnám én is így ebből. Ja, hogy ahonnan látszik is. Nem tudom, remélem, nem annyira tükröződik most. Igen. Az ipari lak. És ez egy másik? Igen, az ipari igen lak verzió. Aha, matt és lak. Festés is. Hát azért. És a lemez színe a lemez is különbözik? Az is bizony. Sőt, igen, még inlet is van a márknál levőben. Sweet! Jesus. Csak itt még az első nyomás, és ezért abban még nem volt. Ja, abban nem volt. Cserélni, igen. De igen. Gyönyörű szép. Hát gratulálunk. Gyönyörű szép. Egyébként az utolsó kérdésem is azért a... Az elég erősen az új lemezhez kapcsolódik, de talán még egy kicsit visszautal a kekszek lemezre is, vagy anyagra is, hogy magyar dalszövegek. Úgy látom, hogy úgy hallom, hogy az új lemezen kizárólag magyar dalszövegek vannak. Egyrészt az én a kérdésem, is úgy hallom. Egyrészt az a kérdésem, hogy mindig az írja-e a dalszöveget, aki énekli, és hogy ez most mennyire szól a magyar, vagy hogy mennyire koncentráltok ezzel most kifejezetten a magyar közönségre, ez tudatos döntés volt, vagy pedig organikusan alakult így, és hogy emellett azért vannak-e külföld felé kacsingató tervek, amire már ugye utaltatok itt az elején a kiadóval. No. Dalszövegek? Írása? Igen, ez érdekes. Megnézem a leírásban. Ez elég szedetvedett dolog. Tehát nincs nálunk egy fix szövegíró. A Te utadat Barna megírta, elénekelte, az egy tiszta sor volt. Az óceánban voltak ilyen beröffentett frázisok, amiket szerintem úgy nagyjából együtt találtatok ki, nem? Ilyen próba szituban. Tehát ez így teljesen jellemző, hogy ilyen kis tényleg összerakogatjuk, mindenki bemondogat. Impro, igen. Külön session, hogy erre így flash-elgettük a sorokat, és akkor az énekfelvételkor még csiszoltunk rajta, és aha, akkor úgy mondogattuk be. A magyar szövegűség az azért van egyébként, bocs, hogy átvettem, mert igazából az angol szöveget azt Huni szerette volna egy az egybe, és akkor neki volt ott a Nét barátja, illetve később a zenekar barátja is lett, aki egy USA beli srác, és több nyelven nagyon jól beszél magyarul is, kiválóan megtanultam, még itt lakott sokáig, sok évig, és együtt írták a szöveget úgy, hogy Huni nagyjából az ilyen víziót festette fel, és Nét pedig nagyon ügyes szövegeket írt hozzá, és ez Huninak volt fontos, hogy ő angolul énekeljen, mert hogy úgy érezte, egyrészt, hogy a zenét ez jobban szolgálja, vagy jobban egybeolvad, a másik pedig, hogy kicsit könnyebb volt neki elbújni az angol szövegek mögé, mint előadó. De ezt ő mondta is magáról egyébként. Nekünk már ez így nem merült fel, illetve az, hogy még előfordulhatnak majd, nem tudom, olasz, vagy francia, vagy adott esetben japán szövegek, csak ilyen kis himi-humi módon, vagy mert éppen azt úgy akarjuk kitalálni, az még lehetséges, de
itt most ez így adta magát. A másik fontos dolog ezzel az egész szövegírással, hogy alapvetően felfedeztünk egy ilyen problémakört a zenénkben, hogy mi úgy írunk zenét, illetve úgy jammelünk össze, vagy úgy jönnek a vázlatok is már, hogy nem, tehát instrumentálisan gondolkodunk, és utólag próbáljuk bele passzírozni, ami hol könnyebb, hol nehezebb. És most ennek az új lemeznek a kapcsán, amit nemrég vettünk fel, és még van egy-két fázis egyébként a felvételből, ott például most emiatt már nem megyünk további köröket, nem futunk azzal, hanem kevesebb lesz terv szerint az énekes dal, hogy ne menjünk erre rá, mert már észrevettük, hogy kivettünk, vagy úgy alakítottunk részeket, instrumentális részeket ritkítottunk meg, hogy majd belejön az ének, de közben meg aztán rájöttünk, hogy nem már, most ezt hagyjuk már így, és akkor egy következő anyagot talán már úgy írnánk, hogy kimondottan szöveggel és énekkel egyben, mert ilyet igazából még jóformán nem csináltunk. Aha, legalábbis igen. Így ebben a felállásban nem. Igen, a magyarság egyrészt praktikus, szerintem azért alapvetően jobban bánunk ezzel a nyelvvel, mint az angollal. Nagyon-nagyon tetszenek az énekes dalok is, de olyan nagyon erősek most szerintem ezen az anyagon. Köszi. Meg azt gondoljuk, hogy nemzetközi kontextusban is relevánsabb a magyar szöveggel próbálkozni. Tehát, hogy igazából érdekesebb a hangzása, érdekesebb a prozódiája egy nemzetközi fülnek, aki lehet, hogy nem érti, de... Mint például egy Altingün, vagy most hirtelen nem, Dina Ögon, tehát, hogy olyan zenekarok, akik aha. Így a saját nyelvükön igen. Énekelnek, és nagyon-nagyon el tudja kapni az embert, és pont, hogy megvan az az exotikum, és ez a különlegesség, igen. Amit az adott kultúrát. És bő-Európa szinten ismertek egyébként, és járják a világot jóformán. Abszolút. Sétlenül ők jutottak eszembe. Abszolút, így ez, nem, tényleg nem kifejezetten volt ez ennyire tudatos, szóval inkább ez csak így meg is történt, hogy így magyarul jöttek ezek. Egyébként az Ádit még megemlíthetjük itt, hogy azért sok olyan alapszövegötlet van, aminek ő a megálmodója, és aztán azt formálgattuk együtt tovább, én inkább csak ilyen már valami kezdeményt kezdtem el alakítgatni, vagy voltak hozzá ötleteim. Szóval eléggé sokféleképpen alakulnak ezek a szövegek, és igen, ahogy Levi mondta, ez tök izgi, vagy hát én nagyon várom, hogy megpróbáljunk egy ilyen dalszerzői attitűddel írt anyagot is összerakni akár, ami amúgy tök mély víz, meg tök, vagy ilyen, mondjuk Parnának kevésbé, mert ő alapvetően már, így tolja, igen. Ő így tolja. Nekem például ez egy új, sose nekem csináltam is. Ilyet. Azt hiszem. De közben meg vágyok rá azért, vagy szóval kipróbálni. Úgyhogy ki tudja. Két villám kérdésem lenne még mielőtt. Gyorsan lezárjuk az interjút. Az egyik az az, hogy a Galaxisnak az eredeti címét hogy kell kiejteni pontosan, hogy van a földön kívüli ül? Az Galaxis, csak nem tudom Galaxis. Milyen, tehát hogy ez nem tudom milyen nyelven, azt Ernő találta végül. Tehát hogy nem, ez egy, nem úgy volt. Az egy létező nyelv. Igen, tényleg? Igen. Tehát ez egy létező nyelv karaktereivel, ez a Galaxis szó egy más szöveg fonetikával kifejezve. Nagyon örülök, hogy rákérdeztem. Meg fogom kérdezni, hogy ez pontosan mi ez a nyelv. És a második az nem is egy kérdés, inkább csak egy kívánság, hogy én nagyon remélem, hogy lesz majd egy ilyen pop-up Wumzi bár, mondjuk a Vol 2-höz lehetne egy ilyen promó esemény, ahol összejövünk, van egy-két űrlény, aki beszéli ezt a nyelvet, vagy lehet, akkor nem is űrlény, hanem itt a Földön létezik egy ilyen ország, onnan hozhatnánk egy-két embert, keverünk egy pár koktélt. Szerintem a Barna nagyon szívesen bármikor lenne ott a barman. Úgyhogy lehet még ilyen. Köszönöm a nyitottságot. Nekem még az lenne a kérdésem, hogy van-e esetleg olyan koncertetek, vagy megjelenésetek a közeljövőben, amit most így megemlítenétek? Van egy február 27-i akváriumos dátumunk. Ami... Igen, ezek még nincsenek leütve igazából. Idénre már nem tervezem koncertet, még előfordulhat valami, de alapvetően nem, mivel a Szenes Iván ügyek és a lemezfelvétel az elviszi lényegében most. Jobban a... lemez is lesz. Lesz. Mármint a Szenes Ivánból? Nem a Szenes Ivánból. Azt hittem, a Vol 2. A Szenes Ivánból abból még azt hittem, még abból is lesz. Nem, ott biztos, hogy nehézségekbe ütköznénk egyébként a jogokkal. Bár így is terveztünk egy dalnak a felvételét, amíg nem tisztázott, hogy most mehet ezzel a szöveggel, vagy sem. Trukkolunk.
De ja, az annyira tetszik mindenkinek, és beleillik nagyon a mostani a mostani érájába, hogy abból még lehet valami. Szóval igazából koncertet nem tudunk most ilyen módon promózni. Azt majd csak de ez a február 27, ez nincs? Szerintem ez már egy ilyen... Én nem igen? tudom. Szerintem ez már... Én nekem azt mondta Tibi, hogy ez már egy az. Szóval lélekben február 27, és majd még a virtuális térben megerősítést kell, hogy nyerjen az információt. Majd a leírásban is megerősítjük az információt. Nice. Köszönjük szépen. Mi köszönjük. Mindkettőtöknek, hogy eljöttetek, Boros Levente, Veil András, nagyon szépen köszönjük, Qualitones, Seyfert Jason Bálint, my man. Zentai Mark, my main man. Toma Pictures, yeah. Intermuzika. Yeah. Köszönjük szépen, drága emberek, találkozunk egy hét múlva. Szevasztok!